Igen, hát a kezdésben még benne volt egy kicsit, ott volt egy pici zavar az elején, ott rögtön volt helyzete a Diósgyőnek, ott talán kettő is. Igaz, kettő volt? Az elején kettő volt, hát megfogta, utána meg a kapusba belerúgták. Tehát ott volt helyzet, aztán utána összeszedtük magunkat, utána nagyon szép támadásokat vezettünk, szép gólt lőttünk, és utána pedig természetesen próbáltuk azt játszani, ami ilyenkor adódik a lehetőség. Masszívan védekeztünk, abból próbáltunk megszerzett labdákból kontrajátékot játszani. Volt, amikor sikerült, volt, amikor nem sikerült. A Diósgyőr jól futballozott mezőnyben, viszont a kapura a másik félidőben igazából már nem voltak veszélyesek. Úgyhogy összességében nekünk nagyon kellett ez a győzelem egy picit. A csapatnak én úgy gondolom, hogy most harcosabban játszottak a srácok, sokat futottak, úgyhogy mindenféleképpen örülünk egy kicsit a győzelemnek. Köszönöm szépen. Hát végülis a bajnok és kupa győztes ellen játszottunk. Én úgy gondolom, hogy egész jó játékot produkált a csapat, annak ellenére, hogy veszítettünk. Labdabirtoklásban biztos, hogy fölé nőttünk ellenfelünknek, helyzetekben is és kapurelövésben is, de ugye az ellenfél betalált, talán az első helyzetéből, és ezzel el is tudta vinni innen a 3 pontot. Ez nagyon bosszantó, viszont én úgy gondolom, hogy a játékosok igyekeztek a legtöbbet megtenni. A sok helyzet ugye megvan, más mérkőzéseken is megvolt, ennek az értékesítése az, ami nagyon hiányzik és nagyon fontos lenne. Nagyon bízom benne, hogy ez is bekövetkezik hamarosan.